Óra elején két vendéget ígértem, és meg is érkeztek. Kezdjük akkor a hölgyel, Sipos Tímea, aki a Szatmári Hajléktalan szálló szociális munkása, illetve majd nem sokára beszélünk a még ennél is hivatalosabb titulusokról. És hát Loga Lóránd, a Loga Dance School alapító tagja. Lóránd most már úgy jár a City Rádióban, mint a hazajárna, akár szülinapi gálaesről van szó, akár jótékonysági gálaesről, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt vagytok mindketten. Szervusz, köszönjük szépen a meghívást. Részemről is nagy öröm itt lenni. Hát én is örülök, főleg, hogy Timi, te most ugye első ízben vagy a vendégünk, és ez a rendezvény is, és ez az esemény, mint minden esemény, fontos, hogy főszerepet kapjon, és fontos, hogy beszéljünk, egy kis média perpatfal legyen körülötte, mert ha jobban megismerjük az alanyokat, akkor talán jobban a magunkének érezzük, és több késztetést érzünk, hogy mondjuk le 20-30-40 lejről, ki mennyiről tud. Tehát azért vagyunk itt, hogy egy picit most erről a fiatal emberről, akiről ugye itt a spotban is lehet hallani, Andrásról és a gálaestről beszélgessünk, jó? Ti hogy találkoztatok egyébként, Timi és Lóránd? Ugye mi az intézményt kerestük meg, és itt találtunk rá Andrásra, és ennek a találkozónak a keretén belül találkoztunk Timával is. Igen, ugye, mert hogy szociális munkásként dolgozol, de hogy van itt a teljes hosszú hivatalos? Igen, tehát a hajléktalan szálló, a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal Szociális és Közszolgálati Osztály Fennhatósága alá tartozik 2008 óta, és ugye ide hajléktalan személyek, felnőtt személyek járnak. 18 éven felüliek jöhetnek. És hányan vannak most, főleg ilyenkor? Azt tudjuk, hogy nyáron sajnos inkább választják, és én úgy tudom, hogy főleg az alkoholtilalom miatt azt, hogy szabad ég alatt alszanak, tetszik, nem tetszik, ezt ki kell mondani, hiszen ahhoz, hogy az ember hajléktalan szálon alhasson, egy fontos kritérium, hogy ott ne legyen balhé, botrány és alkohol. Nem? Igen, jól tudod. Tehát 60 férőhelyes a szálló, hajléktalan szálló, 36 hely a férfiak számára is, 24 a női részen. Két szintű a szálló, lent a férfiak is, fent a hölgyek. Most téli időszak lévén többen vannak, viszont az elmúlt évekhez képest mondhatjuk, hogy csökkent a létszámuk. Számokban ez azt jelenti, hogy míg 2-3 évvel ezelőtt 70-en, 80-an is voltak téli időszakban, most 40-en, tehát jól lecsökkent a számuk. Kevesebb a hajléktalan akkor? Másképp fogalmaznák. Több a munkalehetőség, és van olyan személy, aki tényleg visszajáró volt, vagy pedig alkalmi munkát végezett nyáron is, most már télen is igazolták, hogy alkalmazták őket, tehát dolgoznak. És ez egy kategória, viszont van egy olyan helyzet, hogy nagyon sok az idős személy, akinek jó partneri kapcsolatunk van bizonyos idős otthonokkal, ahova ők ugye elmehettek. Ez az idős kategória, és a fiatalok viszont örömmel mondjuk, hogy találtak munkát. És az egy dolog, hogy visszajönnek, vagy segítünk valamilyen iratokat elrendezni nekik, de tartjuk a kapcsolatot, és tudunk róluk, de nem jönnek vissza, tehát nem kerülnek vissza. Ez nagyon jó hír. Igen. Azt tudjuk, hogy hát itt már annyi, de annyi jótékonysági eset volt, és azt hiszem, hogy talán egy kivételével akkor is egészségügyi okok miatt, igazol, de maradtam távol, azért ott voltam, és itt ifjú tehetséges zenészektől kezdve a mély szegénységben élőkig, itt nagyon-nagyon színes a paletta, hogy kiken sikerült eddig segíteni. Az ötlet az hogy jött, hogy most akkor a hajléktalan szállóból kellene valakit kiragadni, és hogy ugye most sikerült közösen Andrást itt megtalálni, akiről szól majd ez a gálaest. Most az utóbbi rendezvényeken mindig intézményeken keresztül próbálunk egy olyan esetet találni, amelyiket szeretnénk támogatni, és így kerültük András, az ő volt a harmadik, az első kettő lehetőség esett, és én pozitívan fogadtam, András nagyon örült, nagyon izgult, ugye most már megtaláltuk a garzonlakást is, amit ki fogunk bérelni, ez egy új, modern garzonlakás, és a képeket, ahogy nézte, rá is kérdeztem Facebookon, hogy tetszik, hogy van valami gond, és mondta, hogy nem, egyszerűen nem tudok szóhoz jutni, és csak azokat nézem már tegnap óta, hogy milyen szép ez a lakás. Úgyhogy nagyon örül. Én szerintem a legmegfelelőbb embert találtuk meg idén is.
Igen, mert az ember, hogyha érzi a lehetőséget, hogy végre már változzik az életem, vagy változhat egy közös összefogással, az jó egyébként, hogyha elhiszed, beszugeráló. Tehát, hogyha a kételj és a kisítőség az mindig rossz, hogy nem lehet változtatni. András egy fiatal ember, legalábbis itt ugye a spotban mindig azt halljuk, egy olyan fiatal ember, aki bár hajléktalan szállón él, de dolgozik. Tehát ő nem egy ingyen élő, azért ezt mondjuk ki, hogy ne azt higgyék, hogy na ingyen, minek segít, csak én egy ingyen élőnek. És állami gondozott is volt, ugye? Igen. András. Tehát egy állami gondozott, aki azért azt hadd mondjuk el, hogy lakáshoz jutni úgy is nehéz, hogy nem vagy állami gondozott, van apád, anyád, dolgoztok ketten, és akkor sem biztos, hogy lesz saját lakásotok. Így van. Ugye? Tehát Igen. Itt ebbe ez a félelmetes, és akkor milyen esélyekkel indul egy olyan srác, aki egész életében kallódott itt-ott, az állam kegyeiből élt, ahogy élt, és most hajléktalan szállon, és csak a kétkezi munkából nem fog tudni soha. Nem, nagyon nehéz. Változtatni. Mit tudsz Andrásról még elmondani nekünk, Timi? Hát 2014. februárjába került hozzánk, ugye ez már jó 3 éve, és ő egy, tehát család ismerte a szüleit, tehát nem gyerekkorától volt államintézetbe adva, hanem 8-9 éves körül volt, mikor az édesanyja meghalt. Egy rövid ideig ő és a testvére átkerült a nagymamához, viszont az állam őt, ugye a hatóság elvette és intézetbe került. Hát biztos nem voltak megfelelőek a körülmények, mert az állam se veszi el. Igen, erről nagyon szívszorítva mesélt, és ez fájó pont az életében. Majd a börtönbe kikerülve az édesapa kivette őt az intézetből. Amiatt ugye, hogy őt kihasználja, ezt ő fogalmazta meg. Tehát amilyen nulla körülményeket biztosított otthon, szinte ő tartotta el az édesapját. És nyolcadikos, tehát visszakerült az édesapjához, 8. osztályt ő magyar tagozaton végezte, de olyannyira, hogy keményen kellett dolgozzon, tehát délutánonként ment dolgozni, napszámos munkát végzett ezt-azt. 9-ben, mikor 9-ben ment volna fel, akkor az édesapja elment külföldre, őt egyedül hagyta, és boldoguljon, ahogy tud. Akkor 9-et kihúzta, tehát azt befejezte, és utána abba hagyta a tanulási lehetőséget, ugye nem volt, hogy fenntartsa magát. Itt-ott beállt segédmunkásként, utána felkerült Szatmárra, ugye lehetőségeket kerestve. Itt is albérletbe viszont valami nagyon olcsó albérletet talált, barátokhoz szegődött ilyen-olyan társasághoz. Ugye egy olyan fiatal, aki feljön 16-17 évesen Szatmárra, semmilyen családi segítség, támogatás. Igen, nehéz volt. És persze, ugye kikhez verődik, milyen barátokat talál, hát olyanok, akik talán tehát rosszra vitték. És 18 évesen került hozzánk, 2014-ben, és ő nagyon őszinte volt, talán az, ami nem, soha nem köntörfalazott, hogy ő mit tett, vagy milyen élete volt, ezt felvállalta, és próbáltunk neki segíteni. Kézben jár. Bocsáss meg, hogy itt félbeszakítalak. Tehát rossz körülmények, Igen. nincsenek megoldások, csak problémák vannak, próbálsz kijutni, nincs segítséged, és hozza automatikusan a rossz gondolatokat, meg a rossz megoldásokat. Hogy hogyan tudnék én pénzhez jutni? Igen. Viszont úgy tudjuk, hogy Andrásnak ugye állandó munkahelye van. Jelenleg most igen. El kell mondani, tehát próbálkozott, több helyen dolgozott, egy márvány cégnél is volt alkalmazva 1,5 évig. Lehetősége volt kimenni külföldre dolgozni. Ott is próbált, vagy 3-4 hónapot dolgozott kint. Meg kell mondjam, tehát nagyon nehéz a hajléktalan szállóról dolgozni, járni. Ugye sokan próbálják ezt, de nem könnyű. Tehát az a program, ugye 7-kor este jönnek be, és reggel 6-kor van az ébresztő. Na most egy olyan... Pihent ki magad most, igen, akkor, hogy próbálj meg összeszedett lenni, próbálj meg ápolt tisztát, lenni. Tisztább ápolt lenni, tehát van lehetőség, de nem könnyű. És ez volt az oka annak, hogy ő abba hagyta a munkát.
Viszont mindig volt egy ilyen elszántság benne, hogy ő ki akar törni, és hogy ő mindig munkát keresett. Tehát az tény. Ha nem alkalmazottként, de biztos valami magánmunkát felvállalt. Ilyen kis fusi munkákat, persze, igen. Kezdve mezőgazdasági területen akkor. Ami úgy tetszett a kollégákban is, tehát úgy már kiismertük, és volt egy kollégám, aki maga mellé vette, és vitte munkában, segített rakodó, ugye, mit tudom én. Rakodó munkásként, igen. Hát tehát meg mezőgazdasági munka, ez adja magát. Igen, hogy... igen, és egyre nagyobb bizalmat szavaztunk neki, ugye ezt nem kell elfelejteni, tehát 18 éves körül volt, mikor hozzánk került, és azért, mint fiatal, akkor próbálkozott ő sok mindenben, de egy támogató háttér nem volt akkor nagyon nehéz. Hát erről a támogató háttérről beszélünk még akkor mindjárt, és a gáláról is, ami most már ugye, hát tényleg pár nap múlva kezdődik. Egy zene után folytatjuk akkor Tímeával és Loránttal. Folytatjuk a beszélgetést a közelgő Logadon School jótékonysági gála kapcsán Sípos Témával és Loga Lóránddal, ugye 19-én 19 órától az Eszedra csodálatosan szép rendezvénytermében. Nagy szeretettel várunk és várnak mindenkit. Amúgy itt rengetegen szoktak lenni, mindig ilyen hamupipőkésnek érzem magam abban a gyönyörű csillogó teremben, és hát bízom benne, hogy ilyen ragyogóan sikeres lesz majd ez az este is. Mert ugye András lesz a főszereplő, gondolom, hogy fog majd szegény izgulni, és a cél pedig az, hogy ezt a dolgozni akaró és új életet kezdeni akaró egykori állami gondozott, hajléktalan szállón élő fiatalembert segítsük egy új élethez. Ha most kapcsolódnának be esetleg a hallgatók, akkor ezt így röviden elmondanám. Picit beszélj még a hajléktalan szállóról, hogy tátott szájjal figyeltük mind a ketten, hogy mit mond Timi, aki szociális munkásként ugye köztük és velük dolgozik, és pont most szorizgattunk Leventével talán egy hete egy amerikai esetről, tele volt vele a média, nem tudom, hallottátok vagy nem, egy veteránról, egy amerikai katona, egy egykori amerikai katona, jelenlegi veterán, aki hajléktalan lett egyébként, nem tudni, hogy. Nagyon könnyen mennek ezek a dolgok sajnos. Észrevett, hogy bajban van az autópályán egy fiatal nő. Oda ment hozzá, tudta, hogy ez ugye nagyon veszélyes, amikor nem tudsz haladni, és bárkinek magányos nőként éjszaka áldozatává válhatsz. Fölajánlotta a segítségét, mondta a lány, hogy kifogyott a benzin, de nem tudja, mikor ér oda a barátja, addig ott vesztegel egyedül a vaksötétben a pályán, és mondta ez a hajléktalan veterán, hogy neki van 20 dolcsia, és hogy elmegy egy kannával, és hoz neki benzint, és az utolsó 20 dollárját odaadta. És annyira megérintette a lányt ez a sztori, hogy addig autókáztak napokon át, míg megtalálták ezt a hajléktalant, és a közösségi média segítségével gyűjtést rendeztek, és több százezer dollárt sikerült összegyűjteni, amiből lakás, új élet, otthon, tehát abszolút ennek a nullára jutott embernek a ragyogó élete lett. Tehát kvázi mondhatni azt is, hogy hirtelen gazdag lett, mert meghálálta neki a sors, hogy mit tett. Tehát azért mondom, hogy én hiszek az ilyen sikersztorikban, és bízom abban, hogy ezúttal is ez ilyen sikersztori lesz. Lóránt, nem? Biztos vagyok benne, igen. Hát azért sok sikerszorít láttál már az elmúlt években. Hála Istennek, ugye ez a 11. jótékonysági gála, és eddig minden sztori jól végződött. Úgy kezdünk neki egy jótékonysági gálának, hogy úgy végződjön, hogy sikeres legyen. Jelenleg Andrásnak már egy évi bérletet tudunk biztosítani, és remélem, hogy ez keddig. Minimum a cél az, hogy 2 évre ki tudjuk bérelni, de ha lehet, akkor legyen 3-4, minél több. Ez nagyon jó. Igen, mert hogyha dolgozik, ugye azért egy garzonnak a fenntartása tényleg az alacsony rezsiköltségekkel jár, tehát azt már úgy szépen az ember meg tudja oldani, és ha már van hová, akkor már lehet, hogy egy asszonyka is jön melléd, és ha már egy asszonyka is jön melléd, akkor két fizetésben már könnyebben boldogultok. Tehát ez azért egy nagyon nagy reményt adhat, vagyis hát én bízom benne, hogy ad. Igen, András, ebben reménykedik András, és ahogy beszélgetünk Facebookon naponta, úgy mesél a céljairól, hogy mit, hogy szeretne. Úgyhogy szerintem jó fog sikerülni, és boldog lesz. Timi? Apropó célok. A szociális munkásnak egyik fő feladata az, hogy a pác, vagyis akivel dolgozunk, az fogalmazom meg saját maga célokat. Tehát ugye mi is felállítunk egy párra, de hogy ő fogalmazza meg, hogy akkor mi a célja. Úgy történt ez Andrással is, mikor bekerült hozzánk, ezelőtt 3 éve, mindenáron munkát akart
munkát szeretett volna találni. Mondtuk mi, hogy jó lenne azért a tanulmányait befejezze, vagy véglegesítse, ugye csak 8 osztálya van papíron, és 9-et elkezdte, viszont jobbnak látta, hogy megélhetését stabilizálja. Mostanában nagyon nyitott arra, tehát szeretne tovább tanulni, ez az egyik célja, ennek nagyon örülünk, ezt többször megfogalmazta. Kérdés volt benne az, hogy hogy fog ő tudni onnan iskolába járni, munkába járni, tehát ez így nagy diléme volt. Ugyanakkor tehát nagyon szeretett volna albérletbe is, tehát kiszabadulni onnan, hogy ne az állam nyakán csüngjön. Ez jó egyébként mindenképpen, igen, mert úgy, másoknak úgy. Meg az a céljuk, hogy ha nem ad az állam, meg nem ad, mert minél többet kicsikarni abból az államból, de azt az államot meg emberek tartják el. Tehát az sem szép dolog, hogy te nem az államot szipolyozod, hanem az összes többi embert szipolyozod, hogyha egyébként munkaképes vagy, és nem vagy beteg. Más az, amikor valaki beteg, halmozottan hátrányos helyzetű, mozgássérült, tehát természetes vagy idős, az a legtermészetesebb, hogy a társadalom eltartja. De az élősködő vérszívók mellett szerintem kevesen állnának ki most őszintén, mert azért ilyen is van. Tehát az jó, hogy András dolgozni is tanul, akar, és tanulni is akar. Tehát ezek mindenképp jó dolgok. Igen, tehát ez a két cél úgy összefonódott, és nem tudta, hogy meg fog bejönni. Igen. És pont ez év derekán beszéltünk közepek fele nyáron, hogy ő nagyon-nagyon szeretne januártól innen végleg úgymond elmenni, és akkor hát és jött akkor ez a lehetőség. Igen. Ugyanakkor továbbtanulási lehetőségeket is keresünk. Tehát így alakul most. Tehát ezt elmondom, hogy ebben az évben több feladat hárult rá. A szálló mögött volt egy ilyen vad terület, a szörnyű állapotok voltak ezelőtti években. Azt megkaptuk, felszántottuk, és egy kis kertet létesítettünk hátul, ugye a polgármester hivatal támogatásával, és ő kulcsember volt, felvállalta, szinte minden nap bent dolgozott, szerszámokat rábízhattunk, tehát felelősség teljesen végezte munkáját. Úgymond így néztük, hogy azért rá lehet bízni, de hát és még fiatal is, igen, de állt a helyet, tehát igen. És ami úgy tetszett, hogy annyira tisztelettel bánt az idősebb hajléktalanokkal, akik igen, ugye igen. Társai, de soha nem beszél durván, vagy ő fiatal, és akkor az őket ki kell használni. Úgyhogy ez... Lóránt, jegyeket még lehet venni. Ugye van olyan, hogy 1, vagy 10, vagy 100, vagy kinek mennyi pénze van, és ki mennyivel tudja megtámogatni ezt az ügyet. Tehát itt nem azt jelenti, hogy egy ember, egy belépő. Erre mindig van lehetőség, sőt, házhoz szállítási lehetőség. Ha valaki esetleg idősebb, vagy betegebb hallgatóink közül azt gondolja, hogy én szeretném, de nem tudok elmenni, mert fáj a lábam, nincs autóm, stb. Akkor van házhoz szállítási lehetőség is. Igen, a logadance.ro oldalon van egy telefonszám, a 07-22-53-83-17-es szám, erre vagy egy SMS lehet küldeni, hogy 5 jegyet kérek, 2 jegyet kérek, 3 jegyet kérek, és akkor házhoz szállítjuk, vagy fölhívnak telefonon, és akkor mi a táncosok megszervezzük, hogy ki hol merre szállít jegyet. A honlapunkon ki van írva, hogy ki hány jegyet vett, minden nap lehet látni online, hogy áll a dolog. Ez egy tiszta, átlátható történet. Így van, és így itt van. Minden fillér is peták ugye oda kerül, ahová. Tehát ez mindenképpen fontos dolog. Még annyit hadd mondjunk el a gáláról, hogy ez is egy táncos vidámeste lesz, tehát hogy azért, mert szomorú a történet, itt happy end-el, nehogy féljenek majd, de hogy jaj, szomorú, el sem megyek. A szépségé, a táncé lesz a főszerep, és a végén, mint mondtad, már jól alakul az András sorsa, de hogy minél biztosabb legyen, mert nagyon gyorsan eltelik az egy év, amire az albérlet összege jelenleg ugye elegendő. Tényleg jobb lenne minél hosszabb távra segítséget nyújtani ennek a fiúnak, akinek se fiatalsága, se családi élete, se gyerekkora nem volt, és magánélete sem, mert sajnos a hajléktalan szálló az az egyedüllét lehetőségétől és az intimitás lehetőségétől megfoszt, mert ez erről szól. Örül az ember, hogy nincs fedél nélkül. És hát akkor szurkoljunk Andrásnak, hogy sikerüljön jól ez az este. Igen, visszatérve Andrásnak a tanulmányaira, amielőtt elkezdtük a kampányt, akkor vele úgy letisztáztuk, hogy közedző előtt megígérte nekünk, hogy igen, alá fog írni a papírt, hogy megkapja ezt a lakást, de be fogja fejezni a 12 osztályt. Igen, és mondtam, hogy András, ez az én nagyon nagy kérésem.
a jövőben, hogy egy egyetemet fogol végezni, vagy nem, az majd te döntésed, de a 12 osztály meg kell legyen, mert neked olyan munkalehetőségre van szükséged a jövőben, hogy fönn tud tartani magadat, a családodat. És mondta, hogy igen, de hogy fogom ezt tudni befejezni, beszeretném fejezni, és úgy kezdtük el a kampányt, hogy ő ezt megígérte, úgyhogy a napokban a közjegyzőnél ezt majd alá is írja. Ez jó egyébként, mert valamiféle ez a kötelesség, vár neki teher, de ez érte van, és nem ellene, és szerintem ezzel tisztában is van. És aztán ki tudja, lehet, hogy a mesterig meg se áll. Nem lehet tudni. Reméljük. Hát most már felmérte a fontosságát ennek, hogy ez is fontos. Na hát köszönöm, hogy itt voltatok, nagyon-nagyon zseniális emberek vagytok, és ez egy jó ügy, és ez egy jó cél. És akkor még egyszer mondjuk, hogy jövő héten, kedden, december 19-én, 19 órától az Eszedrában találkozunk majd mindannyiótokkal. Segítsünk és segítsenek, higgyék el, 20-30-ta egy háztartásban néha úgy elkallódik, hogy azt sem tudjuk mire, de ennek a fiatal embernek igazán sokat segített, úgyhogy akkor segítsünk együtt, és nektek további szép napot. Köszönjük szépen. Logadance.ro. Logadance, the rhythm is in you.